Jó estét kívánok, Isten hozott bennünket. Szeretettel köszöntöm a megjelenteket, és azokat is, akik bármilyen oknál fogva nem személyesen vannak most jelen, hanem majd a interneten keresztül fogják követni a mai előadást. Már most az elején megemlítem azt, hogy régebben pontosan szoktunk kezdeni, jó lenne visszatérni ehhez a gyakorlathoz, hogy pontosan 5 órakor kezdünk, hogy 2 óra alatt a kitűzött feladatot teljesíteni tudjuk. A mai összejövetelünk, mondhatnám, egy kis házi ünnepség is, tudnélik. 23 éve annak, hogy a mai előadókkal, akit nagy szeretettel köszöntök, Bogár László tanár úrral, annak idején elkezdtünk gondolkodni azon, hogy hogyan lehetne ezen a szakterületen is folytatni a vérasztást a nemzeti megmaradásért, és ezen belül szűkebb körünkben a magyar energiapolitikáért is. Na, hát ezek a vérasztások vannak minden második hétfőn, és ma egy ilyen nevezetes vérasztás van, hogy már Isten kegyelméből 23 esztendeje annak, hogy ez az összefogás létrejött, és ennek a mi munkánknak a szellemi talapzatát, ahogy a talapzat szót szereti az előadók is használni, ennek a talapzatát ő általa képviselt filozófia, létszemlélet alapozza meg. Ez némi szóismétlés, ez most nem nagyon jó sikerült, de viszont amit mondok, hogy erre szokták mondani, hogy ez a reklámnak a helye, tehát ha második hétfő, akkor személyesen itt a Verespálné utcába, és az interneten pedig nagyjából egy héttel később. A ülés elején ezt is mostanában többször kénytelen vagyok mondogatni, hogy ahhoz, hogy a mi üzeneteink, a hírlevelek eljussanak, ahhoz arra van szükség, hogy a változásokat nekünk bejelentsék, akik erre igényt tartanak. Tudnélik, mi nem vezetünk nyilvántartást arról, hogy kik járnak ide, nincsen ilyen fajta adminisztráció, de szabad belépés van, ennél fogva, hát az évek során azért már sokkal megismertük egymást, már én is mondjuk a ide járóknak körülbelül a felét ismerem. Nagyságrendileg 400 honfitársunkkal van kapcsolatunk, de hát én már öregszem, és nem tudom mindenkinek a nevét megjegyezni, főleg mióta aztán ilyen maszkabálba, illetve ilyen izékkel járunk, azóta meg már végleg nehéz fölismerni, hogy kivel állunk szembe, úgyhogy előre is elnézést kérek ezért, de az a jó hír, hogy azért többen érdekelnek, vagy érdeklődnek irántunk, tehát az a kérésem, hogy segítsenek abban a jelenlévők is, hogy akár ha a saját címük megváltozik, vagy ismerős rokonnak a címe változik, akkor azt tudassa velünk, hogy célba érjenek a hírlevelei. Kétfajta listánk van. Van a nagy lista, amit a honlapunkon küldünk ki, ez 1201 a mai nappal ez a lista, de innét nincsen visszajelzés arra nézve, hogy ki kapta meg. Ez a rendszer kiküldés, vagy sikerül, vagy nem, tehát ez nem ad elég információt ahhoz, hogy ezt folyamatosan javítgassuk. Inkább az derül ki, hogy nem látom hosszabb ideje, valakit nem látok hosszabb ideje, akkor hát igyekszem kis időt szakítani arra, hogy próbáljam őt elérni. Tehát ahhoz, hogy ez a kis közösség
együtt legyen, ahhoz hát ezeket a ilyen értelemben is gondoljunk egymásra. A fél évnek a hátralévő programja az itt áll előttünk, tehát a mai előadásunk az akkor mindjárt még egyszer nagy szeretettel köszöntöm a tanár urat, Isten hozott, és nekem különösen örömteli az, amikor veled együtt lehetek. Mi azért az előadáson kívül is időként szoktunk találkozni, ez nagyon fontos a én életem szempontjából, mert az a ritka eset áll fenn, amikor egy nálamnál fiatalabbat tekinthetek tanáromnak, úgyhogy ez egy jó dolog. A következő előadásunk márciusban a Simon Gábor úr, itt vagy ugye, igen, akkor ő vele fogunk találkozni, aztán áprilisban a Kis Csaba vezérigazgató helyettes fog jönni, és az MVM-nek a fejlesztési stratégiáról tart előadás. Májusban Kovács Pál államtitkár úr az atomerőművek reneszánsza című előadást ad. Úgy tűnik, hogy mostan minden ellenkező híresztelés ellenére nagyon elterjednek az atomerőművek, úgyhogy bajban vannak azok, akik ezt ellenzik, vagy bár nem veszik észre, hogy ők bajban vannak, de hát végülis ez a helyzet. És akkor a mai nappal már tisztázódott a júniusi előadás is, hogyha megérjük, akkor az európai gázügyekről lesz elsősorban szó, tehát a Toldi Otto úr fogja az előadást tartani, ha megállapodtam bele. Elsősorban az Európai Unió gázellátása és ennek ürügyén az energetika, az európai energetikának a helyzete. Úgy is mondhatnánk, hogy klímahisztéria helyett mostan jön az energiahisztéria európai méretekbe, és hát ezt járjuk körül. Ez a további program, remélem elég vonzó ahhoz, hogy eljöjjenek az érdeklődők. Itt egyrészt szeretném megköszönni azoknak, akik különféle javaslatokat tesznek nekem, hogy miről kellene itten beszélni, és mindenkitől elnézést kérek, ha nem fogadom meg a tanácsukat. De az is nagyon sokat számít, hogyha elmondják nekem, mert az valamit elindít bennem, valamiféle gondolatot. Ugye összesen egy évben 10 alkalmunk van, nem kerülhet minden sorra, úgy igyekszünk megválogatni a témákat, ami aktuális is, és valóban a aktuális helyzethez igazodik, és hát ezt próbáljuk megválogatni, de mindenféle javaslatot szívesen veszünk, annál is inkább, mert csak akkor tudjuk megtartani, ha elegendő javaslat van. Nekem most is föl van írva már a második fél évre körülbelül 5-6 téma, amit vagy én nagyon szeretnék, hogyha meg tudnánk tartani. Persze ehhez előadót is kell szerezni. Itt csak olyan előadók jöhetnek szóba, akik az ügy iránti elkötelezettségük folytán ingyen eljönnek előadni, és még van egy feltétel, hogy ha vállalják, meg is tartják. Hát ebben elég jól állunk, mert ma még azért azzal dicsekedhetünk, hogy azok, akik itt előadtak, azok gyakorlatilag eddigi 215 alkalommal egyszer fordult elő, hogy valaki ezt viszonylag későn lemondta és pótolni kellett. Úgyhogy itt még működik a régi szabály, hogy egymás kezébe csapunk, vagy beszélünk egyes telefonon, és akkor tudjuk azt, hogy az illető be fogja tartani a szavát. Ez azért nem egy nagyon gyakori erény a mai világban. Itt a kéregetésnek a helye, akinek nincs nemesebb vagy jobb célja a személyi jövedelemadó 1%-ának a
felajánlására, az juttass el hozzánk, itt van a lehetőség, az adószám. Persze itt különösen azokhoz szólok, akiknek még, akik fizetnek személye adót, mert ugye a fiatalok már nem fizetnek, ez egy kedvezmény a nagyon fiatalok, a pályakezdők. Az időseknek meg már csak nyugdíjuk van, és azért nem fizetnek. Úgyhogy a derékhad az, aki még szóba jöhet, működik a társulat Isten kegyelméből, azok annyi támogatást innét, onnét összeszedünk, hogy tudunk működni, de ahhoz szükséges azért az is, hogy szívesen vesszük, hogyha valakik úgy érzik, hogy nekünk adják ezt az összeget. Egyébként nagyon érdekes, azt a statisztikát olvastam, hogy sokan vannak, akiknek nem jut eszébe az, hogy a személy jövedelem 1%-áról rendelkezzenek. Tehát egy bizonyos lehetőség itt még van a országos méretekben is. Persze, hála Istennek rengeteg jó cél van, azért szoktam mondani, hogy csak az adja nekünk, akinek jobb dolog nem jut eszébe, vagy éppen a mi munkánk iránt érez felelősséget. Na, itt vannak azok a anyagok, amik ott az asztalon megtalálhatók. Tehát a hírlevél, ez egyúttal dokumentálja a hírlevél a munkánkat, és ott elvihető azoknak is, akik nem tudtak ide eljönni, hogy hol kell ennek utána nézni. Amik itt ki vannak téve, ezek az anyagok mind fent vannak a honlapon, onnét letölthetők. Na most, ugye lehet látni, hogy az anyagoknak a jelentős része látszólag klíma témával foglalkozik. Tehát ez azért van, ezt nem így találtuk ki, hanem azért van, mert a környezetvédelemből lett ugye klímavédelem, a klímavédelemből lett széndioxid, a széndioxidból meg ott vagyunk már, hogy ugye a aktuális bűnbak az az energiatermelés, és ennél fogva ő tulajdonképpen ma erről a témáról úgy lehet hiteles fölvilágosítást adni, hogy mi sem kerüljük meg ezt az alap kérdést, mert az embereknek ma már úgy vannak ugye trenírozva, hogy mindenről a klíma jut eszükbe, és hát úgy tűnik, hogy a klímapolitika meg az energiapolitika az most már szinte ugyanaz. Tehát ebben az összefüggésben vagyunk kénytelenek mi is ezzel foglalkozni. A választások előtt a társulatunk szokott kiadni egy ilyen állásfoglalást, amiben hát elmondjuk a véleményünket az aktuális hazai energiapolitikai kérdésekről, elmondjuk a bírálatunkat, meg a javaslatainkat. Ezt eddig mindig csináltuk, most ezt ilyen formában nem, de fölhívom a figyelmet arra, hogy három olyan dokumentum van, amiben a társulatnak az állásfoglalása ebben a helyzetben elolvasható. Az egyik az állásfoglalás, amely honlapon is fönn van, itt is kiosztottuk, amit az Európai Unió által meghirdetett, milyen Európai Uniót akarunk, van egy ilyen hatalmas látszatvita gerjesztve, amelyikben az energiapolitikát ki is hagyták, mert ez nem egy fontos dolog, de aztán mi beszálltunk ebbe a vitába, megírtuk az Uniónak is a rendje módja szerint a véleményünket, és ezt a véleményünket aztán egy állásfoglalásban rögzítettük, fönn van a honlapon. Ez az egyik dokumentum, a másik pedig az a villanypiacnak a bírálatával foglalkozó két anyag, az egyik veszélyjelző villanypiaci jelensége. Tudnélik, most már olyan tapasztalatoknak a birtokába juthat mindenki, aki olvassa az újságot. Reméljük, hogy olyan tapasztalatokra még egy darabig nem jut, hogy már nem fog tudni olvasni, mert nem lesz villany. De
egy elég veszélyes helyzet alakult ki, erre hívjuk fel a figyelmet, és ott van az asztalon, itt a listán még nincs, az a legutóbbi anyag, amiben már ebben a témában próbálok reflektálni azokra a szörnyűségekre, amiket azok, akik ránk hozták ezt a piaci szemléletet, most miket irogatnak erről. Hát ezt próbálom leleplezni. Aztán a Szarka László akadémikus úrnak van itt több írása, nem sorolom mindet föl. Ugye ő az, aki a tudományos szinten reflektál ezekre az eseményekre, és egyúttal vívja az ő harcát a magyar úgynevezett tudományos akadémiával is, ahol szintén nem annyira a tudomány, mint a mainstream álláspont kiszolgálása a célfüggvény. Simon Gábor úrnak is van egy anyaga itt, aki majd jön hozzánk, mint említettem, egy hónap múlva, és a Lóránt Károly úrnak egy nagyszerű írása is van oda kitéve, amit javaslok, hogy olvassák el, mert igen szemléletes, és igen mély gondolatokat tartalmaz. Na most ez az új rovatunk, ez a bizonyos nem új, hanem már néhány hónapja elkezdtük, hogy úgy tűnik, hogy a történelem ismétli magát, a rossz dolgok is ismétlődnek. Lehet, hogy a jó dolgok is, majd erről azért mondják valamit, hogy az előadás témájában is passzol, de hogy a rosszaságok ismétlődnek, az nagyon érdekes. Ugye most két olyan téma van, ami a energetikát érinti, ami itt napirenden van. Az egyik az a Márta Imre téma, ugye, és hát most érdekes módon a napi sajtó is ezzel van tele. Hát szeretnénk emlékeztetni a jelenlévőket, és a jelenlévőkön keresztül mások is mondják el, hogy ebben a kérdésben is a társulatunk már korábban kifejtette az álláspontját. Itt két anyag van, ami a honlapon olvasható, és most újból ezt kiadjuk. Most gondolkodtam, hogy mit mondjak, hogy szomorúan, vagy örömmel tapasztaljuk, hogy a legfőbb kérdés, a legtöbb kérdésben, ami most is napirenden van, már évekkel, van olyan témben, évtizeddel előbb elmondtuk a véleményünket, és azt nagyon sajnálom, hogy legtöbb dologban igazunk lehet. De hát ezen nem megyünk semmire. Azzal megyünk valamire, hogyha most ezt elhelyezzük a jelenlegi térbe, ismételjük és elmondjuk másoknak is, mert az én tapasztalataim szerint nagyon kevesen ismerik azokat az egyszerű és tényeket, amik útbaigazítók lehetnének akár egyes személyeknek, politikusoknak, közéleti szereplőknek illetően, ami a tájékozatlanság miatt van. És hát itt ugye nagyon rosszul állunk mi, hogy elfelejtettük az utánunk jövő nemzedékeknek elmondani egy pár dolgot, vagy a fejükbe verni, vagy a szívükbe belevésni, és én naponta találkozok azzal a szörnyűséggel, hogy 5-10 évvel ezelőtti nagyon megrendítő eseményekről a felnövekvő nemzedéknek fogalma sincsen. Úgyhogy ez egy nagyon fontos szolgálat. Na, a másik ilyen szereplő, ez a Greenspeed, ugye ezek is mostan mondják az okosat, és sajnos ugye itt még vannak olyan intézmények vagy szervezetek, akik vitát szerveznek egy ilyen aktivista és egy professzor között. Most a minap is volt, és hát
Ez is két olyan anyag is rajt van a mi honlapunkon, ami bemutatja, hogy milyen szervezet ez a Greenpeace. Ez nem is magyar szervezet, ez egy, az egész, a vezetőség egy kivétellel osztrák állampolgárokból áll, és ezek az akciók, ezek tulajdonképpen ugye teljesen más célokat szolgálnak, és fölértékeljük ezt a szervezetet, ha nem tudjuk, hogy kivel van dolgunk, és nem is biztos, hogy mindenkivel le kell állni vitatkozni, mert vitatkozni csak olyas valakikkel érdemes, akik azért valamilyen módon értenek ahhoz, amiről akarnak beszélni. Az olyan vitáknak, ahol az egyik egy aktivista, a másik meg mondjuk egy hozzáértő ember, ugye szükségszerűen a médiában érvényesül egy kiegyenlítődési törvény, ami azt jelenti, hogy akarata ellenére a hozzáértő ember fölértékelő hozzá nem értő aktivistát, akármilyen hülyeséget mond, de egy olyan helyzetbe és egy olyan kontextusba helyeződik, mint hogyha ő még értene is valamit hozzá. Hát, aki végignézi ezeket az interjúkat, rá tudja szánni az idejét, és ki is bírja, hogy ezt végignézze, az láthatja ennek az egésznek a hamisságát. Na hát, mi azt tudjuk tenni, hogy ezt leleplező anyagokat így pótolagosan is közé tesszük. Na most már végre az előadásról lesz szó. A energetika és a hamis narratívák a cím. Egy kicsit megváltoztatta a tanár úr a címet, de nem baj. De a tartalom az kitűnő, azt én előre mondom, mert én már megnéztem. Úgyhogy akkor át is adom neki a szót. Még arra hívom fel a figyelmet, tanár úrnak két könyve ott van, és aztán megjött a Zsuzsa, és most már ő árulja, ugye egységár 3000 forint, de néhányan a Zsuzsa érkezése előtt magukhoz vették, adják oda neki a pénzt. És akkor a dedikálás meg majd az összejövetelnek a végén lesz.